kérhetünk tőled már, drága Jóisten, csak az, hogy a kisúrat vigyázzunk. A helyi óvodások és iskolások kedves műsorral készültek erre az alkalomra, hiszen nem csak ilyenkor az adventi időszakban, hanem az év számos napján vállalnak közös programokat az idősebb korosztállyal. Az iskolával nagyon szívesen vállalunk részt minden egyes olyan feladatban, illetve felkérésben, ami az öregekhez, az idős emberekhez kapcsolódik. Nem első évben érkezünk meg az öreg otthonba, egy egész adventi időszakot végig csinálunk velük, mindenféle műsort, kreatív foglalkozást viszünk nekik, mesét olvasnak olyankor a gyerekek, énekelnek együtt az idősekkel, de ez most már annyira jó gyakorlattá vált, hogy nem csak a karácsonyi időszakban keressük meg az időseket, tehát egy idősek világnapján, egy húsvétkor, tehát bármilyen olyan falusi szokást elviszünk nekik, ami még az ő gyerekkorukban, az ő fiatalkorukban még élt, hogy egy picit felelevenítsük. Selmeci László polgármester köszöntötte a 65 év feletti korosztályt. Nem csak az elmúlt évek sikeres pályázatairól, fejlesztéseiről számolt be a település vezetője, hanem azt is elmondta, hogy a jövőben hagyományt szeretnének teremteni, és minden évben megvendégelik majd a szépkurókat tervei szerint. Most igaziból itt a karácsony előtt egy ilyen kis békés, kis kellemes délután szerettünk volna itt a nyugdíjasokkal és az idősekkel közösen eltölteni, és ezért hívtuk meg őket erre a kis rendezvényre. Hetényi Katalin örömmel vállalta a szervezést. 2006 novemberétől vagyok itt Gyulajon. Gazdasági vezetőként dolgoztam 9 évig az iskolába. Már ott aktívan részt vettem a iskola életébe, tehát nem csak mint gazdasági vezető meg könyvelő, hanem nagyon szerettem a gyerekekkel elmenni, rendezvényeket szervezni. A kirándulások nagy részét én szerveztem, és amikor az önkormányzathoz kerültem 2016-ban, azóta gyakorlatilag a falunapokat, a közösségi rendezvényeket, hát mondhatnám azt, hogy aktívan főszereplőként szervezem, persze sokan dolgoznak mellettem. Annak ellenére, hogy kicsi a közösség, mégis kevesebbet találkoznak az idősek, nem szívesen mozdulnak ki otthonról. Ritkán találkozunk, hiába kicsi a falunk, valahogy úgy szétszórottunk, szétszakadtunk, ahogy eljárt az idő felettünk, egyre nehezebben mozdulunk ki, és ezt egy nagyon jó alkalomnak tartom, hogy most együtt vagyunk, együtt szórakozunk, és jól érezzük magunkat. Az ebéd előtt a két dombóvári vendégelőadó, Szabó Linda és Szifter Balázs magyar slágerekkel és karácsonyi dalokkal szórakoztatta a közönséget, akik szívesen énekeltek velük együtt. Szóval kis vajon,